kicsit becsaptalak benneteket, úgyhogy ezt most megismételjük. Nagyon-nagyon királyok vagytok, az egyik legjobb közönség az országban, úgyhogy még egyszer ott hátul is mindenki, itt a VIP-asztaloknál lévők is, tényleg még a stáb is, üvöltsön egy nagyot, jó? 1, 2, 3, hét! Ha ez már valami! Köszönöm szépen önöknek, ez már valami. És már is megyünk tovább 73 kg-os profi 3x3 perces mérkőzéssel. Érkezik ide 60 városába, a szorítóba egy igazi miskolci kemény gyerek, a Vita Gym Miskolc harcosa, Jászka Krisztián tanítványa. Hölgyeim és uraim, a piros sarokban tehát Józsa Sándor! A 7. mérkőzésnél tartunk. Ezúttal 73 kilóban mérkőzik, két, nyugodtan mondhatom, edző kollega, két fiatal edző, mégpedig Józsa Sándor, aki noha a Vita Gym Miskolc színeiben mérkőzik, valójában ő is egy klubot vezet, Borsodabói Zemplén megyében, és a jelenlegi felkészítő edzője Jászka Krisztián, aki a észak-magyarországi régió vezető edzője egyben a Muay Thai szakszövetségnél. Józsa Sanyi 28 éves, 73 kiló, és most 3x3 percben mérkőzik K1-ben, nem Muay Thai-ban. A Golden Muay Thai Veresegyház edzőjével, a 30 éves, szintén 73 éves Berkes Ádámmal. Ádám régebben egy nagyon jó kis versenyző volt, majd az edzésmunka következtében nem vállalt mérkőzést. Számos ügyes fiatal tanítványa van az elmúlt időben. Jó példa rá, hogy az előbb mérkőző Bocskai Erik is az ő tanítványa. Ám most úgy gondolta, hogy ennyi év után visszatér a ringben, bizonyítva tehetségét, és nem utolsó sorban tanítványai előtt szeretne bizonyítani. Ezért bevállalt ezt a mérkőzést itt 60-ban. Fogyasztott is rendesen, 80 kilóról fogyasztott le 73-ra, és kőkeményen dolgozott a tanítás mellett annak érdekében, hogy fölvegye a kesztyűt Józsa Sanyival. Természetesen azért tudjuk, hogy több év, majdnem 6 vagy 7 év kihagyás mit jelent egy versenyzőnél, de becsületére legyen mondva Berkes Ádámnak, bevállalta ezt a rizikót. Józsa Sanyi viszont gyakrabban szerepelt az elmúlt években is számtalan gálán. Ő aktív volt folyamatosan, úgyhogy ő ennek az előnyével száll a ringben. Nos, kíváncsian várjuk a két jó felkészült, szakmailag is kellően megapolozott tudású versenyző mérkőzését K1-ben 73 kilóban 3x3 percben. Mind a ketten jó kondícióban érkeztek ide. Mint mondottam, Berkes Ádámékkal ráadásul együtt voltunk edzőtáborban a nyáron. Balaton edzőtáborunk jó sikerült. Több klubban együtt, és Ádámot is mind edzőként, mind fighterként is magas színvonalon bizonyított. Józsa Sanyi az idei, illetve a tavalyi évi gálákon is jól szerepelt, és sikerekre könyvelhetett el magának. Tehát technika az biztos, hogy jó színvonalú lesz. Hölgyeim és uraim, szorítóból következik az első... Ádámról még talán annyit szeretnék elmondani, hogy nemrég jött haza Svédországból, ahol egy svédországi Muay Thai edzővel is edzett majdnem 2 hétig. Ez bizonyára megalapozta ennek a mérkőzésnek a technikai és kondicionális szintjét is. Ádám a zöld nadrágos, míg Sanyi Muay Thai nadrágjában tündököl. Ádám próbálkozik elsősorban combrúgásokkal. Mind a két fiú érzi nagyon a távolságot. Abban a pillanatban megindul a másik, rögtön lép hátra, vagy belelép
a technikába, egy másik technikával válaszképpen. Nagyon taktikusak mind a ketten, nem nagyon vannak fölösleges magzulatok, egy gyönyörű szép tolórugás viszont Berkestől. Most viszont Sanyi lép ki gyönyörűen. Egy kontra vissza, az előző miatt. Csak súrol. Nagyon készülnek valamire, nagyon készülnek valamire. Sanyi folyamatosan váltogatja az oldalakat, hol jobban, hol bajon van előre, sőt a lépésszámokat is ehhez igazítja. Egy ráijesztéses hátsó lábas rúgás. És megy folyamat technika, megy a folyamat technika, és megsorozza a sarokban, Ádámot. Noha Ádám a ütések 90%-át úgy láttam, hogy védte. Csak hát sajnos, amikor nem tud visszaválaszolni, a bíró egyértelműnek veszi azt, hogy meg van fogva legalábbis technikailag. És az első menet rászámolása után folytatódik a mérkőzés. Ez továbbra is így marad, bármennyire is jó lesz a következő pillanatokban Berkes Ádám, a menet már elúszott, hisz a rászámolás egyértelművisíti a pontozóknak, hogy ezt a menetet oda kell adni annak, aki miatt a rászámolás történt. Vajon tud-e Ádám fordítani ebben a menetben? Egy gyönyörű combrúgás! Egy gyönyörű combrúgás, belső combra. Bizony. És József Sándorról látni, hogy balkezes. Ebben az állásban van végig belállva, noha jobbról is ugyanúgy váltani tud. És mint láttuk az előző pillanatokban, jobbról is tudott támadást indítani. És vége az első menetnek, és bizony ezt a szálszámolással együtt egyértelmű, hogy József Sándor, a Vita Gym Miskolc versenyzője nyerte meg és vitte el az első menetet. Majd a szünetben fel tud-e paprikázódni Berkes Ádám, és nem engedi, hogy József Sanyi közel menjen, és sorozatokat tegyen a fejére vagy testére. A lábmunkában pedig úgy nézett ki, hogy egyértelműen jobb. Berkes Ádám a Golden Muay Thai versenyház versenyzője, míg kézben József Sanyi dominált inkább. Mindkét edző nagyon magyaráz, nagyon adja a tanácsokat. És a sarokban egy ismert világbajnoki ezüstérmes, a Vita Gym versenyzője. És indul a második menet. És vált-e Berkes, tud egyáltalán belendülni? Tud egyáltalán a kezekre választ adni, lábbal vagy kézzel egyaránt? Józsának, József most megpróbált egy kicsit gyengé, egy fejrúgás, amit gyönyörűen védett József. Majd egy szép elhajlást láttunk. Vajon mit tanácsolt Spét Norbi világbajnoki ezüstérmes József Sanyinak annyira? Mit láthatunk ebből a mérkőzés kapcsán? És most Berkes Ádám indul be. Berkes Ádám támadólag lép fel. József Sanyi megpróbálja visszakontrázni, és most egy kis becsúszás alulra. Egy kis pihenő. Spét Norbi bekiabálja, hogy egy-egy, de hát
nem erre megy ki a mérkőzés. Emlékszünk még a K1-es világra, amikor annak idején Remy Bondzsarszky majdnem 10 percig pihentette az alsó szekciós rúgást következtében fekete testét. És folytatódik tovább, tehát mérkőzés, sikerült regenerálódni a versenyzőnek. És felszívja magát Ádám, megint megy a kéz, most már ő részéről is, nem csak a láng. És Sanyi is nyomja a tombosokat. A közönség is felpaprikázódott, látja, hogy fölpörgött a mérkőzés, és ezt átérzik a nézők is. És indul a biztatás, és megy, és Józsa szorít. Keményen, test, láb, ismét becsúszott egy lejjebb, de Ádám folytatja, nem áll meg. Most Józsa egy kicsit a dominánsabb ebben a részben. Egy lábfogás, amiből egyikük se jött ki jobban. És Józsa támad. Szép lefogás, klincs, Merkes részéről. Ütés, ami le van védve. A test az benn volt viszont. Viszont ami meglepő, hogy Merkes Ádámon egy láttán nem látszik az, hogy kihagyott ennyi évet. Egyáltalán nem. Nagyon szépen dolgozik. Igaz, hogy most Sanyi dominánsabb, de azok a lábtechnikák, azok a védekezések, mind rutinra, tapasztalatra és tudásra vallanak. Gyönyörű leforgás. Nagyon szépen leforgat Józsa Sanyiról Berkes. És ez most Józsa pillanatai. És szívjuk a levegőt, fújjuk, és megy tovább a mérkőzés. Gyönyörű kontra. Józsa mindenhonnan szívja a levegőt, csak bírja még a lendületet. Vajon fogja még bírni az utolsó másodpercegét? És vége a harmadik menetnek. És a rászámolásos menet, illetve a második menetnek a dominanciája hiszem egyértelművé tette, hogy Józsa Sándor a nyerő, én szerintem, de eddig a két menet kapcsán mindenképpen. Nagyon színvonalas, nagyon kemény, pörgős mérkőzést hozott össze a két edző kollega. Egy újabb biztatás Jászka Krisztián részéről. Józsa Sanyinak. Hölgyeim és uraim, tisztelt közönségünk, szorítóba következik a harmadik, egyben befejező menet. Jöhet egy biztató taps mind a két versenyzőnek. Köszönjük szépen! A harmadik menetben most van a lényeg az, hogy tud-e fordítani Berkes Ádám az első két meneten, legalábbis az eredményén, hisz az első menet... Hú, de robbanékony! A harmadik menetre így kijönni. Van akarat, van szándék, van bizonyítási vágy Ádámba. Kötéről tolom. Még egy. A belső combot volt bent viszont. Legyük a leforgást kiabálják be, hogy merre forogjon a versenyző. Merkes részéről is egy szép belső comb. Ismét még egy ugyanaz, késztechnika után kombináció, hármas kombó és belső comb. Nagyon jó. Hullámzik a mérkőzés, hol ide, hol oda. Hol egyikük indul be kemény támadással, hol a másikuk.
és most egy adok kapok, amelyből egy beszorítás következett. Kijönnek a sarokból. Egy kis idő. A nagy vehemenciában még a sarok is leszakították a fiúk. Ó, de hatalmas tombolás. Ó, a veresegyháziak átjöttek 60-ba. És József Sanyi is kéri a biztatást. És meg is kapja. Kis Sanyit is rengetegen szeretik. Ismét berkes támadással kezdődik a újabb ütésváltás. József viszont kézzel próbál dominálni. Harmadik menetben bizony nincsenek elfáradva a fiúk. Nagyon jó a kondíció mind a kettőnek, le a kalappal. Pedig nem mai fiúk, bizony 28 és 30 éves mind a kettő. Ráadásul mondom, Berkes Ádám ennyi év kihagyás után is, és tessék megnézni. Az előző mérkőzéseken volt, amikor harmadikba kivoltak, és ugyanúgy pörögnek, forognak, és megy a kondi, van akarat, van küzdőszellem. És ezt nagyon becsülni kell mind a kettőjükben. Oda-vissza kombók, oda-vissza kombók, oda-vissza ugyanaz. Kettős-hármas ütés, comb, kettős-hármas ütés, comb. Néha egy toló tarkítja a mérkőzést, de folyamatosan ugyanezek a technikák. Ki bírja tovább vajon? Kinek a kondíciója jobb? Egyelőre a kondi szempontjában mind a ketten ott vannak, és gyönyörű. Én le a kalappal, megmondom őszintén, mind a két versenyző előtt megemelem a kalapom, mert nagyon szép mérkőzést vívtak. Harcos volt, technikás, nem ugrottak bele hülyeségekbe. Mind a ketten azt nyújtották, amit vártunk tőlük. Színvonalas gála mérkőzést. És Ádám megköszönni a közönségnek a szurkolást, a biztatást, nem csak neki, hanem az ellenfelének is. És bizony kiállt mind a két fiúnak a taps. De ha őszinték vagyunk, azért még nincsenek olyan túl korosak, tehát 28 és 30 évvel még előttük a jövő, úgyhogy számítunk rájuk az elkövetkezendő gálákon is, akár 60-ban, akár hazánkban. És jön az eredményhirdetés. Egyhangú pontozással győz! József! Igen, és az első menet rászámolása mindenképpen számított, úgyhogy József Sanyi egyhangú pontozással nyert, gratulálunk neki, de Berkes Ádámot borzasztóan nagyon tisztelem, és le a kalappal a teljesítmény előtt, az, hogy így kiállt ennyi év után, és bizonyított, és nagyon szép színvonalas mérkőzést játszott a Sanyival. Köszönjük Ádám, gratulálunk! Illetve a Sprint Sportból tulajdonosát is szeretném megkérni díjátadása, illetve Mikolai Andrást, a Jokkau Magyarország tulajdonosát is. Köszönjük nekik is a segítséget, támogatást a gálához. Köszönöm. 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 Köszönöm.